Sziasztok, üdvözlök mindenkit egy újabb Minecraft Let's Play-es videóban. A mai videóban építeni fogunk egy farmot, mert hát láthatjátok, hogy alig van kajám. Ez az összes kajám, ami itt van az inventorimban. Állatokat majd nem nagyon szeretnék levágni. Úgyhogy egy búzafarmot fogunk csinálni, plusz még egy tök farmot, mert egyelőre ennyi növényünk van. És ebbe az irányba fogjuk majd ezt megcsinálni. Amúgy a monster trapünk, hát elrontottam, mert nem minden leeső szörny hal meg. Szóval valamit itt elrontottam a magasságokkal, de mindegy, majd ezt legközelebb megoldom. De eddig azért egész sokat termelt, ennyit. Szóval igazából ez annyira nem rossz, plusz még egy csirkét találtam és befogtam. Itt volt a... Itt áll tulajdonképpen a monster trapünkben, nem tudom, hogy került ide, de befogtam, és hát kell még egy csirke, és akkor elkezdhetjük a tenyésztést, és akkor még több kajánk lesz. Na mindegy, valami utat kéne ide arra fele csinálni. Jó, mondjuk ez így jó lesz, és akkor már tudom is, hogy hogyan fogom ezt megcsinálni. Úgy lesz, hogy ilyen kis talpakon fog majd állni az egész. És igazából annyira nagyra nem terveztem, de megcsinálom minél nagyobbra, amekkorára csak tudom. Hát nagyjából végeztem, már csak a korlát hiányzik, de azért ez nem hiszem, hogy megoldaná örökre a kaja termelésünket. De nyilván előrébb jutottunk azért valamivel. Sőt, most fogok is egy kis csontot, átváltam csontlízbe, és megnöveztek párat, mert most nagyon nincs éppen kaján. Emiatt ennek most ez most nagyon-nagyon szükséges lenne. Így. Hát itt most csak kettőket kell rá használnom, azt nézem. Nem, mert most hármat. Jó van, igazából ebből jó sok búza lesz. Na jó, annyira nem sok, de egész sok. Nézzük. Aha, ebből három darab kenyér lett, ami...
Hát, egész jó. Gyorsan váltsuk is át, és együk meg, mert most nagyon nincsen kajánk. Amúgy megláthatjátok, hogy azért monster trapping működget, csak nem halnak meg eséskor a szörnyek benne sajnos. De mindegy, ezt lehet, hogy most meg fogom ma csinálni. Mert most úgy sincsen már más dolgom itt ebbe a világba. Na hát itt vagyok fent a monster trappingnél. És tulajdonképpen azt próbálhatjuk meg, hogy ezt feljebb rakjuk mondjuk sokkal. Feljebb rakjuk mondjuk kettővel, vagy nem tudom. Hát ameddig lehet, úgy gondoltam. És akkor úgy két blokkal már magasabbra esnek le, és akkor az úgy már alapból jobb. De nem tudom, hogy attól jobb lesz-e. Mindegy, azért megpróbálom. Jó, most megemeltem egyel. Majd mondjuk itt még nincs bevizező, de nem tudom, hogy így jó lesz-e egyáltalán. Szóval ezt én majd ki kell próbálni, meg kell várni, még spamnolnak bele szörnyek, és hogyha leesnek, akkor meghalnak-e. Hát remélem, hogy működni fog, mert ezt már nem szeretném még egyel följebb vinni, mert az már tényleg nagyon nagy munka lenne. Jó van, én most elvileg mindent megcsináltam, de még nem spamnoltak szörnyek, szóval még nem tudtam megnézni, hogy még működik-e. De mindegy, hamarosan fognak. Aha, meghalnak itt a szörnyek, most néztem, hogy leesett egy skeleton, és aha, mondjuk a pók az eddig is meghalt, mert ennek kevesebb az élete, de most már a skeletonok is meghalnak, meg minden más, ami leesik. Szóval elvileg most már ezt is megcsináltuk. És szerintem ez egy ilyen rövidebb rész lesz, és ja, ez egy rövidebb rész lesz, és hát, akkor ennyi lenne ez a videó. Ha tetszett, nyomd le egy lájkot. Hamarosan találkozunk a következő részben, de addig is, sziasztok!